Jaj, de hányszor beszélgettünk arról, hogy elmaradnak az előadások, akkor majd online előadások lesznek, aztán majd átalakul a színházi világ, és legalább most már arról tudunk beszélgetni. Lassan-lassan, de újra indul. Színházi előadásaink, Götz Anna színművész a Vidám színpadtól, illetve Böröndi Tamás igazgató szintén a Vidám színpadtól a vendég. Jó reggelt! És sokkal jó reggelt, szervusz! És végre tudunk arról beszélgetni, és látom, hogy mosolygósabb vagy. És személyesen, mert hogy Skype-on beszéltünk. Igen, a karantén idején. Az egy fantasztikus dolog volt egyébként nekem, ez a technika, hogy tudtunk Skype-on beszélgetni. Előtte azt hiszem 20 perccel állították be. Ugye? De talán úgy fogalmaztál, hogy legalább ez online előadás, ez az amaz. Oké, okay. Hogyan indul újra a színházi élet? Hát kérlek szépen, úgy fog indulni, hogy most július 22-én a Városmajorban fogjuk játszani az Apa csak egy van című Rékuni darabot, ahol már tudtommal nagyon szépen telik a színház, ahol 800 fő fér be, és már háromnegyed ház tele van, tehát nem látni azt, hogy most négy széket ki kell hagyni, hanem hál' Istennek úgy tűnik, hogy akkor ez egy teltházas. Hogy nézzük meg, bocsáss meg ezt azért, tegyük tisztába, mert annyi különböző szabályozás van, hogy lehet most színházi előadást rendezni, mik azok a biztonsági előírások, aminek meg kell felelni. De én úgy tudom, hogy most... Mit jelent az, hogy úgy tudom? Bocsánat, ebben most mind belefogok. Nem, igen, mert azt látom én is, hogy ezek el lettek törölve. Tehát azt látom, hogy a jegyeket úgy árulják, ugye ez nem a saját színházunk, ugye a Városmajori Szabadtéri Színpad, ahol teljesen gyönyörűen telik. Tehát nem negyedház van, nem kell kihagyni ház, a... Hanem teljes teltház készülődik. Tehát több mint háromnegyed ház már elkelt a jegy. Jó, mi lesz a darab még egyszer? Anna, te mit játszol benne? Ez a Rékuni, ugye Rékuni darabokat, ez most már a negyedik Rékuni vígjáték, amit a Vidám színpadon bemutattunk, és hát egyik nagyobb sikerrel megy, mint a másik. A szerző a biztosíték arra, hogy egy nagyon jó fordulatban gazdag szórakozásra számíthat a néző. Ez a legújabb, ez meg egy különösen virblis, fantasztikus vígjáték. A pici nekünk, pici nehézség az, hogy decemberben volt a premier, és ugye március elejéig mindössze 5-öt játszhattunk ebből, hogy gyakorlatilag újra kell az egészet elindítanunk magunkban is, és hát egy-egy felújító próbával megsegítve. Hogy megy most? Nagyon rövid az idő. Hát nagyon, nem régóta tudtok egyáltalán el, próbálni. Az az őrület, hogy írta, hogy végig gondoltam azt, hogy egy nyári szünet az úgy max. 3 hónap, de közben van egy pár szabadtéri előadás. Most hirtelen belegondoltunk, és volt egy társaság, és akartam idézni a darabot, hogy van egy olyan jobbpofa jelenet, figyeljük, hogy elkezdem kínaiul azt mondani, mi csodát? Várjál, mit mondom? Figyelj, 5 hónap telt el. Igen, tehát akkor, amikor játszol egy olyan szerepet, hogy 130 oldal szöveged van, tehát a nyár is, az a 3 hónap is nagyon sok, és van felújító próba szövegösszemondó, de most az 5 hónap, ez olyan, mint a semmit nem csinál. De ezért online mondtatok össze szöveget? Amikor már készültetek, vagy nem? Nem, mindenki most, maga most foglalkozik. Most hétfőn lesz majd Márton Andrisnál egy találkozó, ki rendezte a darabot, és igen, akkor kétszer összemondjuk. Milyen lesz, és aztán majd próbák is lesznek. Milyen lesz színpadra állni, mert itt aztán azt hiszem, hogy hónapokig foglalkoztunk a karantén klippekkel, az online előadásokkal, a szövegösszemondásokkal, a Skype-on és minden egyéb. Milyen lesz újra színpadon? Hát furcsa ez, hogy ilyen hosszú idő, ahogy Tamás mondta, mert akkor még az őszt ne is említsük, hogy majdnem 8 hónap maradt ki a színészeknek gyakorlatilag, akik szabadtéren nem játszhatnak, és azért azt ne felejtsük el, hogy a 70%-át körülbelül lemondták sajnos emiatt a vírus járvány miatt a nyári előadásokat. Hogy érzitek, mert amit most Tamás mondott, hogy szinte már telt ház, de van-e valamiféle félelem, esetleg az idősebb korosztályban, vagy maszkkal jönnek be, vagy ami, nem tudom, melyik színházi rendező mondta azt, hogy mostantól fogva még a nézőtéren egy köhögés is, ha valaki köhög, mindenki oda fog nézni. Ezt még ugye a bőrünkön nem tapasztaltuk, de azt látjuk, hogy mindenki boldogan várja, és ki vannak éhezve a színházra az emberek. Talán a szabadtéren, szabadtéri környezetben nem félnek annyira. Hát ott azért, ha valaki elkezd köhögni, vagy köhinteni, talán nem fagy meg annyira a levegő, mint bent. Állandóan megszólítanak bennünket, hogy mikor indulunk, ami csodálatos, hogy nem váltottak vissza a jegyet. Uh-huh. Aztán egy olyan család volt, aki csak azért váltotta vissza, mert hogy Németországba utaznak, és nem lesz neki. Tehát, és amit tudok mondani, ugye március 7-én volt az utolsó előadásunk, és addig most érkezett el a színházunk, ugye Eurocenter új helyszínen, hogy minden adásunk, hál' Istennek, telt ház. Uh-huh. És az a szeretet, ami árad a
nézőtérről felénk, tehát igazából megmondom őszintén, ez hiányzott nagyon. Egy olyan kapcsolat, ami... Elképzelhető, most lehet, hogy ez nem lesz egy színházi kérdés, elképzelhető, hogy nem azt mondom, hogy ahogy a sportolóknál mondják, ez volt életed gólja, ez volt életed előadása, de elképzelhető, hogy ebben plusz érzelmi töltet lesz ennyi hónap kihagyás után, biztos, tehát lehet, hogy ez az előadás biztos, még jobb is lesz talán. Ez biztos. Bár ez most egy más környezet, ugye, mint a mi kis szűk környezetünk a Vidám. Az elsőben biztos, hogy... Ettől lesznek az, hogy ott, hozzánk 440-en férnek, bocsáss meg, itt meg 800-an, tehát plusz igazad valami fog, ez biztos, hogy emocionális. Egyébként ez lehet volna szabadtér ennek? Tehát mondjam, mondod, az Eurocenterben vagytok ti, tehát ez a Városmajor, ez be volt tervezve nyárra, vagy ez most a vírus miatt nem, van? Nem, ez be olyan volt tervezve. Szinten, hogy mind a négy Rékuni előadásunk ment volna, sajnos már csak ez az egy maradt belőle, de azért megyünk még Egerbe is, meg talán egy pár szabadtéri előadás. A júniusokat sajnos azt lemondták. Igen. Mentünk volna Békés Csabára, Szarvasra, most július 31-én. Igen, a vízi. És a vízi, az a vízi színpad lett volna, igen. Jó, azt is van, azt még lemondtam. De azt azért lehet még pótolni. Kérdezem én a szervezőktől. Még egyszer a dátumokat mondják. Július 22-én Városmajor szabadtéri színpad, és július 31-e pedig Eger. Nagyon sok sikert. Csak egy van. Nagyon sok sikert kívánom. Izgalmas az adás lesz. Köszönjük szépen.